A környezet tudatosság jegyében kerékpártúrára invitálta a Derecske Városi Művelődési Központ és a Derecskei Kerékpáros Szervezet városunk kétkerekűt kedvelő lakosait augusztus 18-án. A főtéren gyülekezőkre egy több mint 40 kilométeres táv várt, aminek végállomása a Földesi Szabadidő Központ és Strandfürdő. Ez egy környezettudatosságot támogató rendezvény, kicsik és nagyok családi rendezvénye, ez így a gyakorlatilag az augusztus 20-ai rendezvényekhez kapcsolódóan átkerekeznénk Földesre, ahol egy kisebb madásul is bemutató, illetve egy kis környezettudatos totó után megfürdőzünk a földesi termálfürdőben, és közösen indulunk vissza az említett útvonalon. Ezzel egy picikét támogatva a kerékpározást, az egészséges életmódot, illetve a környezettudatosságot. A Derecskei Kerékpáros Szervezet hivatalosan csak jövő év márciusától fog működésbe lépni, de így is már több kerékpártúrát indított. A szervezet legfőbb célja a kerékpáros kultúra elmélyítése, valamint felhívni a figyelmet az egészséges életmódra. Alföld révén Derecskén a kerékpározásnak már hagyománya van, és a legegészségesebb és az egyik legbiztonságosabb közlekedési forma itt a településen belül. 2019 márciusában egy nyitó rendezvénnyel szeretnénk a Derecskei Kerékpáros Szervezet hivatalos megalakulását beharangozni. Igazából ez már egy létező szervezet, akik lehet, hogy nem tudnak egymásról, de azzal, hogy minden nap kerékpárral járnak dolgozni, vagy csak a boltba, vagy a települések között kerékpároznak, nagyon sokat tesznek az egészségükért és a környezet tudatosságért. Több rendezvényünk volt már, nekünk elsősorban a települések közti kapcsolat kiépítése nagyon fontos, és ezeknek a távoknak a kerékpárral való megtétele elég fontos számunkra, hogy egy kis közösséget alakítsunk ki. Ennek hál' Istennek megvan már az alapja, mert nagyon sokan kerékpároznak, és vannak kisebb csoportosulások is, akik gyakorlatilag heti vagy havi rendszerességgel szerveznek túrákat. A mi rendezvényeinkre vannak visszatérő és mindig új kerékpárosok is. 12-től 60 éves korig elég széles skálán mozog a jelentkezők, a résztvevők száma. Igazából a hosszú távú célunk az az, hogy a járáson belül minden település biztonságosan megközelíthető legyen kerékpárral is. Az első rendezvényeinknél voltak hosszabb kerékpár útvonalaink is, határon átívelők is a Párciumi Siterbe való átkerékpározás az egy elég megerőltető túra volt. Ott is több mint 30-an vettek részt, és nagyon sok élménnyel tértünk vissza erről az útról. Ahogy említettem, a többi településsel való kapcsolat kiépítése az még folyamatban van. Ezzel is próbálnánk egy picit fölhívni a figyelmet, hogy a járásban, illetve a környező településekre elég nehézkesen lehet csak eljutni biztonságosan kerékpárral, vagy kerékpárút képítése, vagy kerékpárút felfestése lenne a cél. A túrán minden korosztály képviseltette magát, a fiataloktól az idősekig, sokan már rutinos túrázóként érkeztek a főtérre. Korlott kerékpárosok vagytok? Igen. Milyen gyakran szoktatok biciklizni, és ez a táv mennyire mutatkozik nehéznek? Minden nap szoktunk biciklizni, és nem annyira nehéz. Szerettek biciklizni? Igen. Miért jó biciklizni? Hát mert azzal kell menni suliba, nem kocsiba. Jó kapcsolódás. Igen, meg el lehet menni barátokkal, ez is egy jó szórakozási mód. Az idősebbek azt mondják a fiatalokra, hogy egyfolytában a számítógép előtt ülnek, telefonoznak, nem szeretnek mozogni. Mennyire igaz ez, mennyire nem? Hát ez nem igaz. Nagyon sokat szoktunk menni biciklizni. Igen. Fontos a sport. Sokat mozogtok? Igen. Mennyit? Körülbelül mennyit mozogtok? Hát futni is járunk, biciklizni is járok. Úgyhogy, így nem tudom megmondani. De sokat. A túrázók érkezéséig lehetőség volt vérnyomás és vércukorszint mérésre, majd a Rákóczi utcán kezdték meg útjukat Földes felé rendőrségi kísérettel.
A túra végén a Földesi Szabadidőközpont előtt finom falatok kíséretében egy környezettudatossági totót tölthettek ki a bringások, ami után jutalmat vehettek át, majd a Földesi Madársuli tartott bemutatót végül kellemes nyári időben csobbanhattak egyet a medencékben. Detenborónak van egy nagyon jó idézete, ami a Madársulinak a szlogenjévé is vált, hogy senki nem védi meg azt, ami nem érdekli, és addig nem is fogja érdekelni, míg meg nem ismeri. Úgyhogy ebben az eszmében fogjuk ezt most gyorsan elkezdeni. Egy télen nem akarom a fürdőzéstől majd az időtöket húzni, de hát egy pár mondatot ragadozom a madarakról, akkor nézzük. Tehát ő most egy vándorsólyom, Jenőnek hívják, egy egyéves hím, és most abban a szerencsés helyzetben vagyunk még, hogy a fiatalkori torruha, bár már nagyon picike látszik belőle, ez a barna színű, ami még úgy látszik a szárnyainál, tehát fiatalon barna színnel hagyják el a fészket, és egyéves korától lesz ez a szürke szín, ez a palaszürke szín, amiben már most úgy jobban lát, tehát nagyobb számban van. A medlése kb. Még egy hónapig fog tartani, addigra, hogy átcseréli az összes tollát. Ugye a vándorsólyom a világ leggyorsabb állata, de ezt lehet, ugye hallottátok is, mértek már nála 380 km/h sebességet. Ugye ez egy hatalmas teljesítmény madárról, vagy madártól. Ő igazából a gravitációt használja még erre ki, azzal segít rá. Na most a vadászata úgy zajlik, hogy fölköröz, a sólymászatban ugye azt mondjuk, hogy van alacsony röptű vadászmadár, meg magas röptű. Az alacsony röptűek a héják, karvajok, sasok, a magas röptűek ugye a sólymok, és ezen belül is a vándorsólyom az, akinek a vadás stílusából, ugye ez is jön le, hogy fölmegy 300 méter magasságba, felhők magasságában, és lefele csak repülő vadra képes zsákmányolni, tehát nem képes ugye a földön a ugye emlősöket, akár nyulat, vagy bármit, mert hogy ebben a sebességben ismét könnyű ezt elgondolnunk, hogy egy ekkora sebességgel nem csapódhat bele, most nem hogy csak a földbe, egy másik állatba markolással, mint a héja, hanem meg kell neki rúgni. Tehát csak repülő vadra alkalmas. Egy ilyen kilós madár, ugye fizikából lehet, hogy már hallották is, 1 kg tömegű test, ha 300 km/h-val zuhan, akkor 120 kilót ad át ütést. Tehát ez még akár mi, ha mi kapnánk tőle egy rugást, akkor mi is szerintem eszméletünket vesztve maradnánk, nemhogy egy galamb, vagy egy fácán, vagy vadliba. Ugye régen a solymászok, most, ma is vadliba nagyságig gémeket is fogadtak egy ilyen 1 kilós madárral. Tehát akkor elgondolhatjuk ugye a nagy sebességgel. Tehát meg kell rugni, ő nem markolhatja meg. Kár, hogy most nem tudunk egy kis filmet nézni, azon ugye jobban el lehetne, hogy meg lehetne ezt érteni. Egy hatalmas rugást mér rá, sőt még a vadás stílusában még az érdekesség, ő nála ugye nagyon kemény a toll. Majd át fogom adni, és akkor meg lehet majd tapintani a tollazatát. Nagyon kemény a toll, ugye megint csak könnyű elgondolnunk, hogy egy ilyen sebességnél irányváltani, zuhanni, fékezni csak nagyon kemény tollazata lehet. Na most nála már, ugye mint a baglyokhoz képest, vagy bár másik ragadozó madaraknál, már ő nem tudja ezt eltitkolni a gyorsaságából származó hangot, tehát süvít a toll a ilyen sebességnél már, de mire észreveszik ugye az áldozat, aki alatta repül, már nincs neki, tehát nem lesznek ideje elmenekülni. Ugye hát a karmai, igazából ők egy hegyvidéken, tehát hegyeken, hegyes részen fészkelnek, ami a érdekesség a karmokat, hogy hogyan védi. Tehát a sólyom így maga mellé fekteti a karmokat. Nézzétek, tehát ilyenkor ugye nem hagyja így, mint egy héja, hogy a karmai a hegyben, vagy a hegy lekoptatja, hanem maga mellé fekteti, és így egész évben borotva élesen tarthatja a sziklán a karmokat. Látjátok a karmát? Hogy olyan, mintha olyan beteg lenne, vagy nem is tudom, olyan furcsa érzés van az embernek, de ez mind amiatt van, hogy védje a karmát, mert hogy ezek egy borotva éles tűhegyes kis karmát. Látszik a kezemben is amúgy néha, amikor mellé üldögél, hogy... Na mindjárt, ha megáll a Jenősénk, csak Jenő már ilyenkor menne egy kört, aztán türelmetlen. Na igen, és még a látás, ami nagyon érdekes egy sólyomnál, bár minden ragadozó madárnak, ugye amúgy is szembe tűnik nekünk most, hogy a fejen arányában nagy a szem. Az emberi szemünk, a mi szemünkben 200 ezer fotoreceptor van, ugye mi, ahogy látunk, ez 200 ezer fotoreceptor segít. A vándorsólyomnál 1.300.000 ilyen fotoreceptor van, ő 2 kilométerről meglát egy galambot, 800 méterről lesz itt a kötőt, ez olyan, mintha mi 30 méterről tudnánk olvasni. Úgyhogy ő tud fókuszálni, mint a tehát a távcsővel benézünk, ugye ezt meg tudja csinálni saját magától, ugye ki
szemeli a galambot, ami ugye alatt, vagy bárhol, ugye 2 kilométeres távolságon, ráfókuszál, fölé megy, és a galamboknak még az a taktikát alkalmazza, hogy nem csak úgy, elindul egy zuhanásban, hanem a napnak a szögét is odafigyel, tehát a nap felől fog jönni, ugye, hogy mint ahogy nekünk is, tehát mindenönnen látnánk esetleg, ha valami ránk hullana, de a nap irányába csak nem nézünk, mert hogy bántja a szemünk. Ő még arra is odafigyel, és a napnak a szögéből vág, mire már a süvítés meghallják a galambok, akkor olyan közel van, és olyan sebességgel, hogy a galamb olyan 70-nel 80 km/h-val mennek mondjuk egy gyorsításban, hát ő ezzel a 300 fölötti sebességgel már nincs esély. Aztán még érdekesség, az orrában van egy pöcög. Ezt most szépen körbe meg lehet nézni, ugye nincs sapka, a madarunkat, minden madarunkat úgy tanítunk, hogy ugye mindenkire, tehát nem sapkában, mindenkivel bizalmas legyen. Az orrában a pöcköt kell most figyelni. Látjátok, van benne egy ilyen sárga. Na ki mit gondol, mi lehet az a pöcög? Na, szerinted lehet az? Na, tehát akkor ismét a sebesség, és megint csak könnyű lesz elgondolnunk. Tehát zuhanáskor, ugye nyilván tehát a levegő, amit kapunk, vagy hát kap a madarunk ezzel a nagy sebességgel, felfújná a tüdőt. Tehát az egy légterelő, hogy az apró por, ugye megint csak akár legyen kis moslica a levegőből, tehát bármi, nem tudná a légzését tökéletesíteni, tehát folyamatában kapná a befele áramló levegőt, és az egy spoiler. A repülőgépek, a vadászgépeket, amikor tervezték, az ember innen lopta el ezt a kis spoiler légterelést, mert sokáig nem tudták, hogy a vadászgépeknek növelik a teljesítményét, de mégsem érték el azt, amit szeretnének, még ugye rá nem jöttek, hogy plusz levegőt kap olyan sebességnél, hogy ma már hangsebesség fölé is mennek a gépek, és ezt is a vándorsólyomtól, mint amit oly sok mindent vettünk már ugye a természetből, úgymond loptunk el a természettől, és pont a vándorsólyomnak a légterelője a vadászgépeken lehet visszavezettetni. Igen, aztán most azt nem tudom megmutatni igazából, a kisfilmen pontosan, igen, most aztán ilyenkor mindjárt bekapcsolom. Na, Jenő? Aha, ilyenkor szokott vinnyogni. Itt a bekapcsolója, de most nem kapcsol. Tehát megint csak, ez a nagy héján viszont meg tudom majd mutatni, van neki egy membrán, ami védi a szemet. Ugye van egy, mi nekünk ugye a pislogásunk, ugye a felső szemhéjunk, hogy kenje, ugye ne száradjon ki. Már megint csak könnyű elgondolnunk, hogy ekkora sebességnél nekik nem lehet, hogy ne lássanak abban a 100 másodpercben sem. Nekik egy átlátszó membrán, bár hogyha lassan jövök és úgy figyelgetitek, úgy hirtelen, mintha egy nagyon pici kis pislogásat, ha megláttok, az egy átlátszó membrán, amit ilyenkor nem olyan... Jenő! Olyan kis picike membrán mozog a szemén, ami belőlről jön hátrafele. És ugye megint csak a portól, tehát az átlátszó, tehát mindig lát a madár, tehát akárhogy húzza el azt a kis membránt, akármilyen gyorsan. És megint csak ebben a sebességben a portól védi, meg a kiszáradástól. Tehát neki minden 100 másodpercben, ugye, mint ahogy mi is ugye mondjuk, hogy ezt fest mondják ugye maga a rendőrök, hogy ne Facebookoljunk az úton, ne SMS-ezzünk, mert ha 100 kilométerre megyünk, akkor mit egy másodpercet, 70 kilométert megyünk, vagy 70 métert megyünk vakon. Na most akkor gondoljuk egy olyan 300-400-al, hogy mennyire lenne neki azok a 100 másodpercet is hátrányal, amikor már ott van a üldözésnek az utolsó ugye a rugási időszaka, meg egyáltalán. Aztán még egy ilyen, na itt van már a kapcsoló. Hogy maga az idegrendszerük és minden, tehát a veréptől kezdve mindennél, bár mondom, lehet a ragadozók egy kicsikét élesebbek, ezzel együtt párosul, vagyis a látásához még, tehát az emberi szemünk 25 képet fogunk fel másodpercenként, mint egy videókamera, vagy a kis videóba csinálják, az 25 képet ad nekünk másodpercenként. A madaraknál 8-szor, ők 160 képet fognak másodpercenként. Ezt megint el sem tudjuk képzelni. Ezt a gyerekeknél úgy szoktuk elmondani, hogy beállnak egymással szembe, és akkor ugye van egy csoport, és egy gyerek most aki ezt kipróbálja, hogy csak egy másodpercre pislog, tehát hogy egy másodperc lecsukja a szemét, elsoroljuk, ekkor 25 képet tudunk. Ha a madarakhoz akarjuk viszonyítani, akkor 8 másodpercig kell, hogy kinyissuk a szemünket. Ők akkor kapják, tehát amikor 8 másodpercig, ugye 1, 2, 3, szépen elsoroljuk, hogy hányan vagyunk, milyen ruhában, a madarak ez egy másodpercig tudja, egy másodperc alatt kapják ezt az ingert. Tehát mi 8-szor lassabban dolgozunk, mint ők. Ezért van az, hogy amikor a kisverév ott van a földön, és akkor mindjárt megfogjuk, pont elmegy. Akármilyen jó a reflexünk, úgy gondoljuk mi, ők 8-szor előrébb vannak
ezáltal, tehát maga az idegrendszeri, ezek ugye a repüléshez, az odafigyeléshez, nekik az idegrendszer is ennyire erős. Ebből még akar, igen, az efirelé, ez is egy érdekesség, hogy a efirelé azt tudja mindenki, amikor lekapcsol az áram, hogy ne verjen bennünket agyon, az 0,2 másodperc alatt kapcsol le. Tehát az akkor érzékeli, hogy akkor minket nem ver, tehát nem lesz bajunk. A solymoknál 0,4 a reakcióidő. Tehát nagyon kicsit gyengébbek, mint az efirelé. Tehát, hogy azokat a manővereket, amik ők meglátnak, vagy már hogy ők észlelnek, az 0,4 másodperc alatt tudják lekövetni. Tehát megint most könnyű, igazából a seregélyeknél lehet ezt jól megfigyelni, hogy amikor látjuk a seregélyeket, az a nagy csapatban, hogy egybe mozognak. Hát ezek mindezért vannak, mert abban a század másodpercben fogja föl a farktól mozgását, a másiknak a viselkedését, és azért tudják azt az egybe mozgás, hogy nem az az összevisszaság egy bof, nekivent a másiknak, meglátunk egy kicsit, mi történt most, hanem a csapatnak az a mozgása, az azért van, mert kifinomult az az idegrendszer, amivel látja, hogy már megmozdultak. Farktól, vagy nem, tehát amit ők nyilván jobban tudnak, mint mi, és az a munka azért van egyben, tehát ha ilyen viszonyítjuk. És igazából ennyit szerettem volna akár a sólyomról mondani.